menj rá és ráncsd vissza a kormányt. Gyere már ki belőle. De kijövök, akkor le fogok esni. Nem, kiteleportálsz, gyere. Tényleg. És kocsim föl tudunk mászni, hallod? Nem tudunk felmászni a kocsin. Ne fogsz ki! Sziasztok, itt az ideje szanaszét darálni valamit. A mai pályán nem lesz valami csinos, meg a történet sem túl érdekes, és igazából nincsenek benne kihívások, de én úgy éreztem... Mi a francot mentegetőzök? Ez egy daráló. Szóval a mai pályának az a címe, hogy a nagyúr, és a készítő az vagy Posei, vagy Poseid. Sajnos az e-mailben nem írta meg, a pályáról pedig nem egyértelmű, de ezt hamarosan látni fogjátok. A kezdőhely egész érdekes, szakított a szokásokkal, és nem egy kezdőszobát épített meg, hanem odarakott minket az út közepére, ugyanis a főszereplő is épp úton van valahová, úgyhogy olyan, mintha így közben csatlakoznánk a történetben. Tök érdekes, tetszik. Viszont ez a szürke út mellett szürke köveken a szürke gombok egy kissé inger szegény. Azért itt elfért volna egy kis csicsa. Ne rak le blokkot! Ne tör ki blokkot! A mapot! Adventure módban jársz! Most nem vagyok benne biztos, hogy jogos az egy liter water, hiszen nincs ilyen angol szó, hogy adventure. Viszont magyar szó sincsen ilyen, lehet, hogy valamilyen nyelven van ilyen. Szóval jogos. Vagy Game Mode 2, ne csaj. Üssz a busa a pályámon, remélem tetszeni fog. Én is. Csak úgy gomb. Igen, a szokásos poén. Nem értem, miért nyomtál meg, ja, és követ az utat a kocsmáig. Készítő Poszei, ha így kell mondani. Tesztelő Poszeidon 98. Poszei és Poszeidon. Te egy kalandor vagy, aki faluról falura vándorol, de egyszer ebbe a faluba ér. Azt mondja, van lótuszom, van hozzá csont. Ja, hogy a kutyámat lótusznak fogják hívni. Meg 64 egy garasom. Gyere, lótusz. Ja, hát igen, nem tudom lerakni, mivel nincs beállítva a tárnak a Camplayson tag. Úgyhogy én csak a tojásomat sétáltatom. A pályán két easter egg van, megéri megkeresni. Itt láthatatlan fal van, úgyhogy erre biztos nincs. Mindig felemás érzéseim vannak, amikor így kiemelitek az easter egg-eket, hogy van a pályán, meg hány darab van, meg hol vannak. Olyat is láttam, hogy a pálya végén végig lehetett rajtuk teleportálni, hogy így megnézhessd. Ugyanis ennek elvileg az a lényeg, hogy elrejtesz valamit, és hogy így ki van plakátolva, ugye a lényegét veszíti el, úgy már inkább melléküldetés szaga van. Na jó, gyorsítsuk fel egy kicsit a dolgot. Szóval a közelben ott volt egy város, ahova én betértem. Az első házban mindjárt találkoztam Andival, aki fölött egy kicsit már eljárt az idő. Ó, oh, hát szia, Andi! Andi néni! Hát igen, végül is Andi már abban a korban van, hogy lehet őt nénizni. Üdv fiam! Meg kéne keresni a ládám kulcsát. Megkeresed nekem? Ami a ládában van, az mind a tied. Viszlát! Megkeresem és visszahozom. Feladat, keresd meg a kulcsot. Milyen fura, így köszönök. Viszlát. De Andi... Hát Andi néni, ez a láda nyitva van. Nem tetszik egy kicsit szenilisnek lenni? Hát jó, majd visszajövök a kulcssal, csak az illúzió kedvéért. Ajaj. A következő ház, ahol betértem, a fogadó volt, de én megtartottam az összes fogam. Ja, hát és itt vagyok én, és őt vajon hogy hívják engem? Csabusának szólítottak a pályán én. Sanyi. Jó, tehát Sanyi. Üdvözletem, kalandor! Remélem megmenteni jöttél minket a gonosz nagyúrtól. Hát persze, hogy ne. De sokat beszél ez a Gábor. Azzal indítok, hogy ki az a vidör. Nem is tudtam, hogy őt keresem. Mit tesz veletek? Ja, ő lenne a nagyúr? Elmesélem. Régen valaki megidézte a vidört, és az elszabadult. Nem tudta megállítani, a vider ásott egy lyukat a hegybe, és ott megépítette várát. Azóta több ember is próbálkozott elpusztítani őt, de nem is jutottak el a várig. De most menj fel a szobádba, irány! Mi van? Nem is mondtam, hogy szobát akarok foglalni. Vagy lehet, hogy fölhívtam őket telefonon. Azután menj el a Kovácshoz. Ő ad neked felszerelést. Hát ez egy nagyon egyszerűsített pálya.
Tetszik ez a díszítés. Ezekkel a csapóajtókkal. Azt mondja, a te szobád, csak így ki van írva, mi? Gábor szobája. És van itt gondolatom, és... Haj, de rossz. A command block mi? Na, megyek a barlangba. Mi van? Mi van a kovácssal? És itt van egy command block. Amilyen hülyén néz ki, hogy szürke blokkra rakja a szürke gombot, meg hogy ott kilátszódott a command block, ahhoz képest tök jól van díszítve a fogadó. Különösen tetszett, ahogy csapóajtókból meg volt csinálva a korláta az emeleten a lépcső után. Ott a command block. Bár a karakterem azonnal a barlangba szeretett volna menni, én inkább a fogadósra hallgattam és a kovácshoz mentem. Üdvözletem! Látom a felszerelésedért jöttél. Kérlek, tedd be a ládámba. 20 arany lesz. Tedd be a ládámba, kérlek. Aztán menj a barlangba. Itt van a házam mellett. Már csak azt nem értem, hogy miért van sokkal jobban kidolgozva a kocsma, mint egy kovács műhely. Biztos, hát még nem látod belülről. Ennyi? Szegény Andi néni. Sosem kapta meg a ládája kulcsát. Miért nem hoztam el onnan az utcot? Az eddigi részek se voltak valami izgalmasak, vagy fordulatosak, vagy érdekesek, viszont határozottan ez a pályának a mélypontja, egy legenerált barlangban kell mászkálnunk. Ráadásul tök feleslegesen jöttünk le ide, nem is itt van a vára. A kocsmáros azt mondta, hogy egy lyukat ásott a hegybe, és ott megépítette a várát, valójában csak keresztül megyünk a barlangon. Hoppá, bocsi, spoiler. Azt mondja, spawn point. Oké, lerakta. Hát jobb lett volna ágyat lerakni, én ugyanis tudom használni az ágyat. Itt vannak ilyen vidör fejek, ez olyan hatást kelt, mint hogyha így a boss meghalt volna. Kihagyhatatlan parkour. Vizet nem rak... Dehogy nem, hát persze. Ez a legenerált barlangba rakom le a fákját, ez nem igazi pályaépítés egyébként. Itt van egy feljáró a faluban, ott menj fel. Mi van? Ja, várjál! Hogy én hozzam a fejét, hogy majd azt mondom, hogy megöltem. Ó, milyen cseles vagyok. Gondolom, ez az a feljáró. Van egy gondolatom. És a malac lögdös, érted? És azt gondolom, na most megyek és megölöm a vidőrt. Ott is van ez az obszidian vára. Feladat, menj fel a várhoz. Hol? Oké, akkor most. Tök feleslegesen megyünk le a barlangba, nem is ott van a vára, csak keresztül megyünk rajta. A kocsmáros azt mondta, hogy lyukat ásott a hegybe, és ott megépítette a várát. Valójában egyáltalán nem. Vagy lehet, hogy útközben rájött hülyeség a barlangba várat építeni, és épített egyet kintre is. Ja, hogy ott! Igen, a sötétben nem látszik. Meg úgy körülbelül szerintem takarára volt a dom miatt. Ja, hát ott valami ott kilóg. Sajnos nem az a sztori, hogy oda viszem a fejét, és azt mondom, hogy megvettem. Még egy gondolat? Vajon a dupla V-vel? Vajon hol lehet a vidör? Mert itt nincs. Na de ha nincs itt, akkor nem érdemes megkeresni. Biztos valahova elment megint megfélemlíteni az embereket. Megyek tovább vándorolni. Vége. Köszönöm, hogy kijátszottad a pályámat. Készítő, Poseid. Úgy látszik, a pálya végére nevet váltott a készítő. Egyébként nem is olyan rossz poén ez a végén, tehát én végig arra számítottam, meg hát így valahogy a minősége is azt sugallta, hogy valami szokásos, vidörös boss harc lesz a végén, ráadásul, hogy obszidiánból volt a vár, az is eléggé sejtette azt, hát ugye az, hogy ne rombolja le a környezetet, és aztán hopp, nincs is itt elköltözött, szóval végül is valahol ez így poén, ez a része tetszik. De ugyanakkor a karakternek ez a logikája kicsit sok volt. Milyen is volt ez a pálya? Hát erősen felemás. Azt lehetett érezni, hogy a készítőnek még nincs sok tapasztalata a pályakészítés terén. Az a kilógó command block úgy nem, úgy sehogy, ne, sose lógjon ki a command block. Meg hát ugye az se volt elrejtve, hogy a command block üzengessen a chatre. Meg még ki tudja, milyen game rule-ok hiányoztak. Azért láttam benne a fényt, voltak jó ötletek, tehát tetszett ez a fordulat a végén, meg a díszítés is helyenként tök jó volt kidolgozva, helyenként viszont ahhoz képest tök elhanyagolt volt. És a kezdés is nagyon tetszett, hogy így a útra dob, nem az a szokásos kezdőszobás van.
Ugyanakkor volt benne nem egy következetlenség, de ha odafigyel meg, jól átgondolja meg, rendesen megtervezi, akkor azt is ki lehet javítani. Szóval ez volt a Nagy út című pálya, a készítő az nem tudom, Poszei vagy Poszeid, a kézikönyv óvjon. Ó, és egy fontos közérdekű közlemény, ugye most a Minecraft 1.11-nél tart, és én szeretnék ilyen pályákat végigjátszani, hiszen úgy van értelme ennek az egésznek, hogyha mindig a legfrissebb dolgokat mutogatom meg. Tehát semmi értelme 1.8-ban darálót csinálni, hiszen amit ott meg lehet csinálni, azt sokkal egyszerűbben lehet a 1.11-ben, úgyhogy ne akarjunk már senki régi verziója pályát építeni, saját magát fogja megszivatni. Viszont egyelőre nincsen sok 1.11-es pálya, szóval most nagy eséllyel be lehet kerülni a darálóba, és ez azt is jelenti, hogy sok ideig beküldött pálya már sajnos nem lesz sosem ledarálva, mert hát a Minecraft verziók pörögnek, valahogy lépést kell tartani, nekem viszont korlátozott időm van ezeket feldolgozni. Szóval sajnálom, de így több száz pálya ki fog esni, hát ez van. De most még 1.11-re nincsen sok, szóval hajrá!